Magyar Péter nem szereti, ha titokban rögzítik, amit csinál. Úgy látszik, Poloska Péter szerint csak az van rendben, ha ő rögzít beszélgetéseket. Már is kezdünk. Szövetség. Továbbra is együttműködünk a jobboldal számára fontos kérdésekben. Garázdaság. Megtalálta a rendőrség a Magyar Péter által Dunába dobott telefont. Rekordsebesség. Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Jó estét kívánok! Ez a vezércikk, a műsor, amelyből kiderül, a magyar és az olasz miniszterelnök jó viszonya továbbra is megbonthatatlan. Gajdi Csottó vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, hogy miről tárgyalt tegnap Orbán Viktor és Giorgia Meloni. Borosbánk Levente, aki szerint célra vezetőbb lett volna összekovácsolni a jobboldal pártjait, az európai baloldali és néppárti elit ugyanis ismét összezárt. Bálint Botond, aki szerint a tetemes olasz államadósság miatt Meloninak sokkal kisebb valódi mozgástere van, mint a francia vagy a német vezetőknek. És Kacsó Dániel, aki szintén úgy látja, hogy Meloni erősen kényszerpályán mozog, és nem pontosan azt és úgy csinálja, amit és ahogy szeretne. Szervusztok, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát akkor kezdjük mindjárt azzal, hogy úgy tűnik, a károgók és huhogók túl korán kezdték el temetni az olasz és a magyar miniszterelnök jó viszonyát. Ismét bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és Giorgia Meloni sokkal erősebb szövetségesek, mint azt a baloldalon szeretnék. Az olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követően Orbán Viktor elmondta, nemzeti politikát folytatunk, saját érdekeinket védjük, ezért nem lehetünk tagjai egy olyan politikai alakulatnak, amelyben magyar ellenes román párt foglal helyet. Hozzátette, továbbra is együttműködünk a jobboldal számára fontos kérdésekben akkor is, ha nem tartozunk ugyanahoz az európai politikai családhoz. Az olasz miniszterelnök háláját fejezte ki Orbán Viktornak a látogatásért, szerencsét kívánt az uniós soros elnökséghez, és teljes támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Ez egy bonyolult viszony, lássuk be, hiszen Melolinak sem könnyű odahaza azzal a tetemes államadósággal, amivel bír, és minden kezdve nem mindent úgy csinál, szerintem, ahogy szeretne. De hogyan látjátok ti a két miniszterelnök kapcsolatát? Igen, nehéz ezt elhinni, de az olasz miniszterelnöknek sokkal kisebb a játéktere, mint a német kancellárnak vagy a francia elnöknek. Inkább Orbán Viktorhoz közelít a játéktere, az ország méretéhez képest nagyon szűk mezsén kell mozognia, és szerintem az látszik, hogy mind a két irányba próbál játszani, ez egy jó politikusnak nyilván az ismérve. Az a kérdés, és ez lesz ami számunkra a jövőben is a kérdés, hogy Meloni valójában milyen, mennyit enged a hatalom megtartása érdekében, vagy a nagyobb játéktér, akár az olasz gazdaság számára nyújtott nagyobb játéktér érdekében a saját politikai elveiből. És ugye hát ez azt is jelenti, hogy Európa számára azért ez egy döntő több probléma lesz. Olaszország nagyon régen játszott akkor a szerepet az európai történelmében, vagy az európai politikában, mint most. És ez egy nagy kérdés, hogy tud-e élni ezzel a lehetőséggel az olasz jobb oldal, vagy nem tud élni. Ezt nem tudjuk eldönteni, tartjuk a csatornát, hogy azt lehet mondani, az együttműködés megvan, de hogy ez meddig elég, ezt nem lehet most megjósolni. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy az a vízió, amit úgy fogalmazott meg Orbán Viktor, hogy két hölgy kezében van Európa sorsa, mert ha Meloni és Le Pen összefog, akkor egy olyan erő jönne létre, amihez már tudnának a szuverenisták csatlakozni. Úgy tűnik, ebből nem lesz semmi. Igen, igazából itt egyszerre beszélünk két dologról, vagy lehet, hogy még annál is többről. Az egyik ugye az Európai Parlament, ahol most formálódnak, alakulnak az új frakciók, létrejön egyáltalán ugye a testület, és ugye van ez az ECR nevű formáció, ahol a Meloni a vezető személyiség, ez részben annak köszönhető, hogy talán ő itt a legnagyobb delegáció is a frakción belül az ő pártjá, illetőleg hát ugye relatíve sikeres kormányzást folytat, annak ellenére, hogy amire Botond is utalt, azért erősen kényszerpályán mozog az olasz gazdaság helyzete, az olasz költségvetés helyzete miatt
az olasz miniszterelnök, ezért én is egyetértve veletek, szerintem nem pontosan úgy és azt csinálja, amit a szíve mélyén szeretne. Ő azért egy nagyon harcos, szuverenista, jobboldali politikus volt, mielőtt megválasztották volna a miniszterelnöknek, de javára legyen írva, azért pragmatikus is maradt, tehát bizonyos kérdésekben nagyon erősen tudunk vele együtt gondolkodni, egyetérteni, és ugye itt van mondjuk a háború kérdése, ahol azért nem vagyunk teljesen egy pályán, de én azt gondolom, hogy nem lehet ezt lebecsülni azért azt sem, hogy mennyire látványos a jó viszony ettől függetlenül a két oldalú viszony a két ország között, mert ugye nem csak az Európai Parlamentről van szó, hanem az Európai Tanácsról is, ahol pedig legalább annyira, ha nem fontosabb, hogy a Magyarországnak, magyaroknak legyenek potenciális szövetségesei, és úgy tűnik, hogy ezek a megerősített gesztus értékű kapcsolódások, ezek ebbe az irányba mutatnak, hogy ott azért talán lesz majd több lehetőségünk. Az év folyamán lesznek még választások, például Ausztriában, ahol pozitív kimenetele lehet a voksolásnak, nyerhetünk akár a Szabadságpárt képében egy újabb szövetséges, de nem szabad szerintem túlbecsülni ezeket az európai kapcsolatokat, mert ezek sokszor ügyek mentén jönnek létre, ahogy az Európai Parlamentet sem kell szerintem túlbecsülni. Tudunk mi együttműködni úgy is, hogyha nem vagyunk együtt a magyar ellenes AUR nevű formációra, amire nem akarok most hosszabban szót fejtegetni, ráadásul lehet, hogy nem is, ki is kéne sipolni, amit gondolok róluk. Ez a pragmatikus politika, Bánk, ez szerinted hosszú távon hatékony tud lenni? Hát biztos, hogy célra vezetőbb lett volna Európa jövője szempontjából és Magyarország pozíciója szempontjából, hogyha sikerül összekovácsolni a jobboldali egységet. Most már szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez nem fog megtörténni, legalábbis a közeljövőben semmiképpen. Ugye a nagy álom vagy cél, amelyik egyben a harmadik legerősebb frakciót is kialakította volna az Európai Parlamentben, az ugye az ECR és az ID-nek az összefogása, egybegyúrása lett volna. Ez különböző oknál fogva nem sikerült. Értem azt az összeesküvés elméletet, amire itt utaltatok mindannyian. Ugye erre szokás azt mondani, hogy ez nem összeesküvés elmélet, összeesküvés gyakorlat, de ezen túl is érdemes szerintem megvizsgálni, hogy miért nem sikerült mindez. És az egyik oka ennek az, hogy összezárt az európai elit, úgy kormányok szintjén, de leginkább pártok szintjén, amelyik évtizedes előnyben van az együttműködésben, és az együttműködés, most mondanám azt, hogy kultúrájában, de ez egy pozitív kifejezés lenne, mert ez gyakorlatilag itt arról szól a történet, hogy egymással ideológilag nem kompatibilis, elméletileg nem kompatibilis szocdemek, a állítólagos kereszténydemokrata, vagy magukat jobboldalinak nevező, vagy konzervatívnak nevező néppárttal működött együtt, és működtette az Európai Uniót, ami már önmagában egy szürreális házasság volt, de annak érdekében, hogy továbbra is ők fújhassák a passzátszelet, ismételten összebútoroztak, persze a külső támogatás továbbra is megvan a liberálisok és a zöldek részéről, akik csúnyan elbuktak ezen a választáson, és mindeközben, mert ez több eleme van ennek a játéknak, mindeközben pedig ha minden eszközzel elkezdték játszani az Oz meg és uralkodj játékot a jobboldali formációkkal. Tehát én még azt is el tudnám képzelni, most kövezzetek meg, hogy ezekkel a románokkal is a ügyek mentén együtt tudtunk, vagy kellett volna működni a nagy egész, vagy a nagy cél alárendelve ezeket a konfliktusokat, vagy pedig adott esetben rendezve ezeket a konfliktusokat. Mert csak utolsó gondolat, mert hogyha elemelkedünk az aktuális helyzettől, most akkor Meloni, meg Orbán, meg akkor mégiscsak azt látjuk, hogy a nyugati világban oldalt kell most már választani. Vagyunk mi, meg vannak ők. Vagyunk mi, hívjuk szuverenistának és konzervatívnak, és vannak ők, akiket én előszeretettel balliberálisnak szoktam hívni. És a kettő között nincs átmenet, meg nincs együttműködés. És azért, mert ők előnyben vannak több tekintetben velünk szemben, az nem azt jelenti, hogy nekünk
évtizedeket kell arra várni, hogy mi is kialakítsuk az együttműködési formákat. Nincs annyi idő szerintem. Tudatosabban kell csinálni. Mindenesetre Orbán Viktor megy Macronhoz, meglátjuk, hogy mi lesz, erről majd beszélgetünk. Most viszont nézzünk egy kis szűkebb teritoriumunkra, hazánkra vonatkozó történetet. Sok embernek vannak indulatkezelési problémái, de ezek közül hál' Istennek keveseknek van akkora egója, hogy politikusi, sőt ország megmentő szerepre áhítoznának. Pedig a kettő együtt nem megy. Önuralom nélkül ugyanis egyszerűen soha nem lesz valamire való politikus valakiből. Még Magyar Péterből sem. A rendőrség megtalálta a telefont, amit Magyar Péter a Dunába dobott. A telefont hosszas keresés után búvárok találták meg, nem messze attól a helytől, ahol a rakparton Magyar Péter a Dunába dobta. A készülék tárhelyén lévő felvételek bizonyítékul szolgálhatnak az eset tisztázásához. Úgy tudni, hogy a készüléket Magyar Péter azért vette el erőszakkal az egyik vendégtől, mert felvételeket készített a politikus botrányos viselkedéséről. Oda lépett hozzá, erőszakkal kicsavarta a kezéből és zsebre tette. Később, mivel egy vendéget megütött, Magyar Pétert a biztonsági őrök kivezették a szórakozóhelyről. Emlékszem, amikor Márki-Zay Péter volt a messiás, mindig azt mondtuk, mondjad Péter, mondjad, mi meg kérünk egy kávét. Most csak annyit kell hozzátenni, hogy csináld Péter, csináld, el fog jönni a te időd is. Hát az a döbbenetes, hogy tulajdonképpen én most már, hogy fel tudnék a gondolataimba idézni legalább 10 olyan dolgot, amiben még egy nagyvárosi önkormányzati képviselő is belebukott volna. És Magyar Péter ezeken mind úgy szánkázik át, mint hogyha ha semmi nem történt volna. Ugye azért ez egy, ha megnézzük, és mondjuk ezt egy átlagember csinálja, tehát mondjuk ne bántsuk meg senkit, én követem el ezeket, akkor azért ez majdnem a letoltendő irányába tendáló annyi minden együtt. Tehát a rossz kedve van a bírónak, nem vagyok neki szimpatikus, akkor simán ez már a főleg, hogyha esetleg volt-e valami hasonló erőszakos előzménye az illetőnek. Egyszerűen nem is hiszi el az ember, hogy ez így működhet, és láthatólag politikai hatása nincsen. Nyilván azért nincsen, és itt akkor egy nagyon egymondatot, vagy egy nagyon rövid elemzést erről a jelenségről, hogy nyilván úgy van ez az ember fölépítve olyan eszközökön keresztül, a Facebookon keresztül, hogy érinthetetlen legyen. Ez valószínűleg az első olyan kampány Magyarországon, a világon gyanítom, nem, ahol a rajongókat, azokat egyedi profilok alapján készítették el, tehát minden egyes potenciális Magyar Péter szavazó az külön csomagot kapott a szokásaira, úgy olyan fényképeket, olyan hangulatelemeket kapott, hogy fölcuppanjon erre a madzagra, és hát ezekre egyelőre nem hat. Viszont ennek a projektnek ebből következőleg a peremszavazói azok nagyon könnyen leszakíthatóak, tehát ez azért egy mennyiségi korlátot fog jelenteni, hát nagyon remélem, hogy ez a mennyiségi korlát egy olyan szinten lesz meghúzva, ami mondjuk talán a Jobbik korlátjához hasonló, és akkor azt gondolom, hogy az ország egy mély sóhajtásra beljebb lesz. Ez nagyon jó, ez a átlagember felüli megközelítés, mert tényleg, hát ha valaki pofán vág valakit a kocsmába, és még a telefonját is ellopja, hát szerinted? Hát igen, lépésről lépésre közelítünk Magyar Péter teljes személyiségének megismeréséhez, valóban azzal a megjegyzéssel, hogy úgy tűnik, hogy ezen mi szörnyűlködünk, csak meg talán néhány peremszavazó, mert egyelőre úgymond a Magyar Péter féle kemény magot, mintha nem érinteni meg, legalábbis ez egy szubjektív érzést nézve a közösségi médiát, ahol tényleg óriásit megy, ez külső rásegítés nélkül ez nem megy, ezt azért helyezzük el, ezt a bullet pointot a történetben, hogy itt a Facebook az nagyon erősen vele van, és valakik valahol nagyon erősen segítik, hogy azt a nyilvánosságot, amit egyébként más politikusoknak egyébként nem jár, azt ő megkapja így a közösségi médiában. Ez egyébként majd szerintem egy komolyabb vizsgálat tárgya lehet ez a folyamat, de egyelőre ott tartunk, hogy telefonokat keresnek a rendőrök a Duna mélyén, és ezek szerint meg is találták azt, amit behajtott Magyar Péter. Kíváncsi vagyok a fejleményekre, hogy kiderül majd, hogy pontosan milyen erőszakos cselekményeket követett el, és hát nagyon várom azt a lemorzsolódást, mert azért tényleg egy 30%-os one man show-t nézünk, jelenállás szerint hetek teltek el a választás óta, valóban impozáns eredménye, hogy fölzabálta a teljes baloldalt, szinte a teljeset, Maroknyi Gyurcsány maradt, meg egy kevés Mi Hazánk, azért ez egy teljesítmény bizonyos szempontból nézve,
de hogy ez így maradjon úgy, hogy egyetlen ember, aki ráadásul ilyeneket csinál, és egyébként saját magát hazudtolja meg napi szinten, hiszen például az LP-be olyan lazán ült be, hogy amikor ezt még pár hete megkérdezte tőle egy riporter, hogy tervez-e ilyet, akkor szövegértési problémákkal vádolta, mondván, hogy világosan megmondta, hogy nem fog beülni az Európai Parlamentben. Tehát, hogy itt tényleg a bármit lehet kategóriájában mozog ez a one man show, azt azért szerintem így azért örökké nem lehet csinálni. Most is azt mondja, hogy semmit nem csinált, mindenkit beperel, aki bármit ír róla. Bánk miért védi ennyire szerinted akár a közösségi, akár a hagyományos média? Hát vele van tele a sajtó. Hát azért, mert van egy jól körülhatárolható hányada a magyar választóknak, akik ezt a bögrét megválasztanák, hogy erre a bögrére szavaznának, hogyha azt ígérné, hogy Orbán Viktort leváltja a következő választáson. Pláne, ha ír tévés. Igen, tehát ez már az átálló, tudod, már Magyar Péter is elmondta, hogy majd átállnak. De hogy, és tényleg ennyi, én ezt ilyen 25-30%-ra teszem a aktív választók, tehát egy választási eredménybe, de nem többre. És tényleg, én ennél az asztalnál mondtam, nem tudom, legutóbb már megkövettem a nézőket, de most megteszem. Akkor, amikor az első Varga Juditos sztorik megjelentek, hogy hogyan vegzálta a saját családját, hogy szerintem egy hónapja van ennek az embernek. Mert normális esetben Botond is ezt mondta, gyakorlatilag, hogy normális esetben már a leges-legelső pillanatban épeszű, normálisan gondolkodó embereknek el kellett volna fordulnia egy ilyen minőségű embertől. És aztán erre tovább rakódtak a hazugságai, az önellentmondásai, a botrányai, a viselkedés mondja, és még sok minden, és még mindig nem. De hát ugye tegnap vagy ma állt bele gyakorlatilag a komplet magyar médiába. Hogy most már a média elitet is le kell váltani. Persze. Hogy egy nem csak a Orbán vagy a Rogáni propaganda, már most már mindenki. Most már a kormány ellenes oldal is. Igen. Azt is le kell váltani. Lehet, hogy ebben egyetértünk. Van köztük egyetértés, de ezt most nem menjünk bele. Ezért nem leszek Magyar Péter szavazó. De hogy egy politikusnak integratív személyiségnek kellene lennie. Nem csak a saját pártján belül, hanem ez mégis meg kell győzni a választókat és azoknak a többségét, ahhoz, hogy te hatalomra kerülhessél. Lehet úgy is persze politikai sikereket elérni, vagy pedig annak reményével belépni a politikai ringbe, hogy negatív programod van, hogy ezt nem, tehát valamit nem, mondjuk a kínálatot még nem látjuk Magyar Péter részéről, de ez megint csak egy következő kérdés. De ez hosszú távon erre országot alapítani nem lehet. Ilyen. És ami a legsúlyosabb, az mégiscsak az, hogy egy vezető politikus, most már egy európai parlamenti képviselőről beszélünk, a példát kéne, hogy mutasson az embereknek, ugye? Bár mondjuk, hogy ahol Ilaria Salis, majd úgyis beszélgetünk róla. Térjünk is rá erre, jó? Mert be akartam mutatni a kedvenc példát, de ezt még hadd mondjam el, mert itt gyorsan kikerestem. No. Mindenki emlékszik arra a képre a rendszerváltás hajnaláról, amikor a rendőr a gumibottal Orbán Viktor, a fiatal Orbán Viktornak a nyakához szegezi a gumibotot, és odaszorítja egy rendőrautóhoz. Magyar Péter mit tud felmutatni? Hogy egy biztonsági őr a nyakánál fogva kivezeti egy kocsmából. Miután átmászott egy tini, feltehetőleg tini lány, vagy egyetemista lába között. No, de hogy lássuk, hogy nem magyar jelenségről van szó, de nem kizárólag magyar, ez pont, amit a Bánk mond, ugye klasszikust idéze, ha valami úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az minden bizonnyal egy kacsa. Tehát ez az Ilaria Salis bűnöző. Lássuk be, az is volt, az is maradt, nézzük meg, hogy mik az újabb fejlemények vele. EP képviselővé választását követően Ilaria Salis visszatérhetett hazájába, ám a politikai életbe nem kapcsolódott be, nem jelent meg a párt első rendezvényén, és később sem mutatkozott a nagyközönség előtt, apja szerint barátaival pihen. Azt azonban bejelentette, vállalja, sőt büszke arra, hogy korábban Milánóban lakásokat foglalt el.
Sajtóinformációk szerint 90 ezer eurós, közel 35,5 millió forintos adósságot halmozott fel az illegális ingatlanfoglalás miatt. A vádakat korábban azonban tagadta a család. És megválasztotta. Teljesen meghűlt a világ? Az olasz jogrendszer ezt a nőt engedi topzódni, én ezt látom rémisztőnek, egészen elképesztően az olasz történelem elmúlt 40 évére visszagondolva, egészen elképesztően baloldali az olasz jogrendszer, és ezt most elért hozzánk. Hát látom, hogy nagyon kevés időnk van, én csak annyit mondanék, hogy ilyenek a kommunisták 2024-ben. Igen. Bank? Van az az Eva Kiley, ugye? Igen. Aki a korrupció gyanújával, mint hogy elfelejtettük. Ült volna előzetes. Nagyon rosszul érezte magát luxusbörtönében. Előzetesben. Itt van ez az Ilária Salis, aki szintén ült előzetesben. Itt van ez a Magyar Péter, aki most éppen valakit megütött állítólag, és elvette erőszakkal a mobiltelefonját, és azt ugye bedobta a Dunába. Szerintem frakciót kéne alakítani. Hogy tessék, itt a nagy lehetőség az összeborulás. Utánunk, vagy előttünk, vagy nem tudom, valami világ. Akármilyen szervezetre rossz hívva, hát de ennyi krakéler alak. Igen. Hagyjuk is őket, gyerekek, ugyanis ennyi fért műsorunk első részébe, de a reklám után folytatjuk, mutatjuk is, hogy milyen témákkal. Rekordsebesség. Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kihívó. Trágárkodva jelentkezett be Tompos Márton a Momentum vezetésére. Rekordsebesség. Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kihívó. Trágárkodva jelentkezett be Tompos Márton a Momentum vezetésére. Jó estét kívánok, folytatódik a vezércikk Borosbánk Leventével, Kacsó Dániellel és Bálint Botonddal. No és azzal, hogy ma újabb lépéssel került közelebb az uniós tagsághoz Ukrajna. A posztszovjet ország 2022. február végén nyújtotta be a tagság iránti kérelmét, és ma már sor került az első csatlakozási tárgyalásra. Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, az egyeztetéseknek Luxemburg adott helyet. A tárgyalások megkezdéséről az uniós vezetők tavaly decemberben döntöttek. Előrejelzések szerint fontos napi rendi pont lesz a nemzeti kisebbségek helyzete, amelynek részeként a kárpátaljai magyarok jogait is érinteni fogják. Amennyiben Ukrajna a közeljövőben az Európai Unió tagja lesz, olyan országokat fog megelőzni, mint Észak-Macedónia, Szerbia, Albánia vagy akár Törökország, amelyek évtizedek óta várnak arra, hogy a csatlakozási tárgyalásaik kapcsán előrelépés történjen. Az még hagyján, hogy azt se tudjuk, hogy annak az országnak, amely csatlakozni kíván, hol vannak a határai jelen pillanatban, de az azért engem zavar, hogy feltételezem erről az uniós elitről és vezetésről, hogy nem fogja őket ugyanolyan feltételek elé állítani, mint bármelyik más csatlakozni kíván országot, már pedig akkor nagy baj van. Hát igen, és hogy a szemben kell néznünk azzal a kérdéssel is, hogy vajon valós tárgyalások ezek, mert ugye elvileg az eddigi csatlakozókkal, a közép-európai csatlakozókkal, meg a balkáni csatlakozókkal valós tárgyalásokat folytattak, hogy a török EU tárgyalások hogy zajlottak az elmúlt évtizedekben, hogy mennyire vette azt valaki is komolyan, amikor ott leültek 10 éven keresztül tárgyalgatni, azt nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy egy szervezet komolyságának a halála az, hogyha lehet tudni, hogy amikor tárgyalunk vele, akkor hátsó szándék, olyan hátsó szándékok vannak, amiről nem tudunk tárgyalni. Na most itt ugye feltételezhetjük, hogy erre céloztál, hogy pozitív hátsó szándékok vannak, tehát akkor is fölveszik, hogyha semmiféle kritériumnak nem felel meg, de hát azért az egy kérdés, hogy az EU kibírja ezt. Ugye annak idején, hogy a magyar kormány többek között azért ment bele abba, hogy egyáltalán a tagjelölti státuszt valahogy elérhesse Ukrajna, mert hát lehet tudni, hogy 1000 millió olyan döccenő van előtte, ami nem fognak tudni átdöcceni. Ha most elkezdődik egy olyan
folyamat, hogy Ukrajna olyan jogosítványokat megkap hozomra, amiket senki más nem kapott meg, aki adott esetben olyanok is, akik teljesítették, mert azért többen sokkal közelebb vannak az EU tagsághoz, mint Ukrajna, ezt valljuk meg a kritériumok alapján, akkor ez olyan mértékben vonja kétségbe az EU szabadhihetőségét és komolyságát, hogy tulajdonképpen a felbomlásának a jeleként lehet értékelni a végén, hogyha Ukrajnát felveszi, mert az már nyilvánvaló, hogy semmilyen módon nem fog a jelenlegi, vagy hát a 10 évvel ezelőtti Európai Unióhoz hasonlítani. Csődben van, hadigazdaságban, háborúdul. Milyen feltételekről beszélnek? Hát, agyrém. Hogyha abból indulunk ki, ami Törökországgal vagy akár Szerbiával történik ebben a műfajban, akkor azért az a mondat, hogy a csatlakozási tárgyalások azok a tagfelvétel előszobájának tekinthetők, akkor maximum azzal a kiegészítéssel érvényes ez a mondat, hogy az előszoba az igen nagy és hosszú, hiszen ezeknél az országoknak évtizedes történetekről van szó, valahogy ez az ukránoknál most gyorsabban megy, és hogyha azt nézzük, hogy a szándék az már pedig az uniós politikusok részéről nagyon erős a szándék, hogy úgy tekintsenek Ukrajnára, hogy Európa része és az Európai Unió tagja, már szinte csak még tárgyalgatni kell pár dologról, akkor ha ezt a jelen pillanatban rögzítenénk ezt az állapotot, akkor tudván az amerikai sajtóból, hogy CIA kiképző központok vannak Ukrajnában, meg gondolom egyéb kiképzés is zajlott ott az elmúlt 10 évben, akkor fölvennénk kapásból az Egyesült Államokat, így ebben a pillanatban, és miután tudjuk, hogy a Ukrajna de jure területének határain belül igen sok orosz katona és orosz él, tekintve csak a Krím félszigetet, ami hivatalosan még mindig Ukrajna része, akkor fölvennénk egy rakás oroszt is az Európai Unióban. Tehát ez lenne a világ legszürreálisabb uniós csatlakozása. Úgyhogy ez egyelőre szerintem inkább egy ilyen nagyon erős gesztus az unió részéről, hogy ők hogyan tekintenek Ukrajnára, ami szerintem abból a szempontból inkább problémás, hogy nem a béketárgyalások és a fegyverszünet irányába mutatnak, hanem ezek újabb triggerpointok Oroszország felé, amik csak fűtik a konfliktust, és hát ugye mellé rakva a NATO és Emmanuel Macron szándékait a katonai vonalon, ez nagyon hosszan elhúzódó háborúra engednek következtetni, és szerintem ez a leges-leges legnagyobb probléma, hiszen mondjuk ki sokszor is, ha kell, hogy tényleg százezrek, milliók halnak meg a fronton, és nem látszik a történet vége, ez a lépés pedig nem a vége felé közelít, hanem inkább azt tolja el a mából nézve. Ezért sem elfogadható ez a folyamat. Én már akkor rosszul lettem, amikor Ursula von der Leyen a kampányban azt mondta, hogy üles léptekkel halad Ukrajna a csatlakozás feltételeinek teljesítésében, különös tekintettel a demokrácia és a jogállamiság területén, ezt pont akkor jelentették be, hogy választások sincsenek. Jó, hát azért Magyarországgal kapcsolatban is tudjuk, hogy nem Magyarországról mondják meg, hogy Magyarországon van-e demokrácia. Hát hiába van beleírva az alaptörvénybe, hiába vannak választások, sajtószabadság, sok minden. Ennek ellenére nem ezt mondják. És az ellenkezője is igaz, hogy Ukrajnáról... Hol nincs, arra is lehet mondani, hogy van. Ukrajnáról így van, Ukrajnáról is sok mindent lehet állítani. Én azon gondolkodtam, hogy független attól, amiket ti is elmondtatok, hogy nincs olyan állapotban, nem lesz olyan állapotban, egyébként majd végig lesz valamikor a háborúk, és eljönnek a szürke hétköznapok, amikor tényleg meg kell nézni, hogy mi maradt ott. És ez kell-e nekünk, meg kell az Európai Uniónak. Biztos van olyan eleme és része, amiért az európai országok azok hajlandóak lennének kinyitni a kaput. Piacok, ásványok, ipar, ami megmaradt belőle. De hogy van-e az európai integrációnak egy kritikus tömege? Tehát meddig lehet bővíteni, meddig lehet elmenni? Egyébként Törökországgal, csak hogy értsük, Törökországgal kapcsolatban is az volt a diplomáciai folyosói álláspont, hogy oké, hogy tagjelölti státusz, oké, hogy tárgyalgatunk, de jobb, hogyha nem. Mert egyrészt Törökországnak a nagy része, most nem akarok ellenük érvelni, csak azért a tényeket rögzítsük, hatalmas a lakosság létszámában a nagy európai államokhoz képest, ami értelmeszerűen arányban gyengíteni is a nagy európai államoknak a szavazati súlyát és beleszólási lehetőségét. A nagy, területnek a nagy része az nem Európa, földrajzi területén van. Vannak, finoman fogalmazva, a környező államokkal
beleértve egyébként Európai Uniós országot is, a feszültség, igen, vitáik, köszönöm, ez egy jó megközelítés. Vannak kisebbségi kérdések, ott már mostanában nem beszélünk, ott az itt a kurd kérdés. 20 millió kurd, vagy 20 millió kurd, a levegőben van, és igen. Ott még azok élnek, két másik szomszédos országban is. Szóval, hogy már akkor is ezek verték ki valójában a biztosítékot. Ti utaltatok az orosz kisebbségre, de más kisebbségekről is kell ott beszélni, beleértve a magyar kisebbséget, amely persze létszámában lényegesen kisebb, mint az orosz. Beszéltünk a gazdaságról, a háború utáni újjáépítésnek a kérdéséről, hogy az ki fogja finanszírozni. És hogyha ezt az Európai Unión belülről kell megtenni, akkor már rögtön kohéziós alapokkal pont keresztül kéne csinálni. És pontosan, és akkor nekünk már nem marad, ebben nem csak mi leszünk ellenérdekeltek. Szóval itt számtalan olyan kérdés merül fel, hogyha csak lehántjuk a politikai rétegeket erről az egész kérdésről, ami tehát itt racionalitásra próbáltam érvelni valamely korábbi témánál, hogy nem tudod megindokolni, hogy miért. Lehet, hogy nem Brüsszelben, hanem Washingtonban dőlt el, hogy ennek a folyamatnak ilyen gyorsan is kapkodó módon. Gyanítom, hogy kell keresni a megoldást erre. Igen. Jó, lépjünk is tovább, majd meglátjuk, hogy merre alakul ez. Ugyanis most fegyelmezettséget erőltetek magamra. Kihívót kapott Fekete Győr András, Tompos Márton sajátos stílusban jelezte, hogy ő is indul az ellenzéki párt elnöki posztjáért. Tompos Márton a Momentum eddigi alelnöke, országgyűlési képviselője Facebook oldalán bejelentette, hogy indul az ellenzéki párt elnöki posztjáért a július elejé tisztújító közgyűlésen. Tompos Márton kifejtette, szükség van itthon egy liberális pártra, szükség van egy erős Momentumra, és le kell váltani a NER-t. Ezek azonban csak eszközök, a cél egy békés és nyugodt Magyarország. Fogalmazott, egy olyan képet téve a bejegyzés alá, amin az olvasható angolul, hogy meg a NER. Hajnál, hát Tompos úr. Most szegény szerkesztőt sajnálom, de nekem erről rögtön az jutott az eszembe, hogy meg a Tompos, nem? Hát mi a túrót képzel magáról ez a nyikhaj? És ő lesz a pártelnök. Ezt komolyan kérdezed? Nem. Nem vagy optimista Fekete Győr András politikai sorsát illetően, mert azt gondolod, hogy le fogja győzni. Egyik kutya, másik ebb. Hát nekem aztán baromira mindegy, hogy egy ilyen... Nagyon nehéz ugye ez, mert egyrészt meg kell őrizni a komolyságunkat, és most nekem a Donát Anna Pride-os táncikálása villant be, úgyhogy küzdök az elemekkel. Én azt gondolom, hogy a Momentum túl van azon az állapoton, hogy komoly politikai szereplőként kell rátekinteni, és az elemző műsorokban persze beszélünk róluk, meg mit tudom én ilyesmi, de egyik elnökjelölt sem tud semmiféle olyat mondani, aminek bármiféle értelme lenne, hiszen ez volt a probléma velük idáig is, hogy az előző elnökeik meg a párt képtelen volt bármi új mondani valót a non-olimpia óta megfogalmazni, és azért ez nagyon-nagyon régen volt, ahogy nézzük, lassan az olimpiánál vagyunk, amit megfúrtak. Tehát, hogy ha nincs valakinek politikai mondani valója, tényleg csak a leglebutítottabb O1-i és üzenetek közvetítésével foglalkozik, akkor is, amikor egy választáson nagyon eltángálta egy új politikai erőt, tehát ráadásul nem is a Fidesztől kapott egy hatalmas nagy verést, mert azt már megszokták, azt megkapták újra, hanem még az ellenzéki oldalról is nagyon elverte őket valaki. Plusz ugye önállóan ők se kerültek be soha a parlamentbe, mert ugye 18-ba nem érték el az 5%-ot, akkor el kellene gondolkozniuk azon, hogy föl kéne venni valakit, aki ír nekik egy programot, meg néhány olyan panelt, amivel lehet valamit csinálni, és nem, hanem újra ugyanazokat a marhaságokat nyomják. Én nem értem, hogy tényleg ezt egy politikai tudomány tankönyv második fejezetéből nagyobb projektet lehetne csinálni, mint amit a Momentum idején. Van egyébként egy nagyszerű politikai innovációjuk, az a hazaárulás. Igen, ezt ne hagyjuk ki a portfólióból, mert ugye ők voltak a leghangosabb és legbüszkébb élharcosai a Vegyük el Magyarországtól az uniós forrásokat projektnek. Hát nem is zárom ki a lehetőséget, hogy némi közük volt az ügyhöz. Ugye Gyurcsány Ferenc maga mondta, hogy nagy munka van abban, hogy az Európai Bizottság ne szöszöljön, hanem mondja ki az egész szisztémára, hogy amíg Orbán van, nem adunk pénzt. Valami ilyesmi volt a projekt lényege, ennek volt is némi sikerre, aztán hál' Istennek végül is elindultak a források, legalábbis úgy tudni, hogy 10 milliárd euró már felszabadult, de
azt gondolom, hogy nem kéne foglalkozni Momentummal, mert lenullázták magukat. De hogyha mellé teszem, hogy hogy néz ki a jelenlegi parlament, ugye a 22-es áprilisi választás nyomán 5 vagy 6 ellenzéki frakció alakult meg, ugye a Párbeszédnek van frakciója, ami nem is létezett soha szinte, és a Momentumnak is van. Tehát miközben őket megalázták a saját választók, elfordultak tőle, hál' Istennek nem kért ebből a projektből, most már tényleg nem kér belőle senki, nekik még 2 évig van egy frakciójuk a magyar parlamentben, fölállnak a patkon belül, interpellálják, kérdezik Magyarország miniszterelnökét, úgy csinálnak, mintha mögöttük lenne valamiféle legitimáció, hiszen politikusok, megválasztott politikusok ott ülnek a parlamentben, miközben ez már nincs ott. Tehát ez szerintem egy szürreális 2 év lesz a következő időszakban, amikor ezek a figurák majd, ki tudja, ki lesz az elnök, talán nem is lényeg, akkor az úgy fog viselkedni, mintha valami népvezér lenne, miközben se nép, se vezér. A garázda, a trágár bánk hogyan alakult-e szerinted a politikai palett? És kinek drukkolsz? Kinek drukkolsz? Pont most kezdtem el rákeresni, mindig elfelejtem a másiknak a nevét. Tehát azt akartam mondani, hogy itt hülyeségverseny van, de valójában nem, mert a legjobb bohócot próbálják kiválasztani az ellenzéki oldalon. És már majdnem azt mondtam, hogy itt már Magyar Péter és egy Márki-Zay Péter epigón. És mindenki Márki-Zay Péter epigón. De valójában nem, hanem ott volt a bohóc forradalom. Ez a Kónya Péter és segítsetek, mindig elfelejtem, ki volt a másik, aki konkrétan ugye bohócnak öltözve. Árok Korné. Azaz, köszönöm. Na. Hogy ezek ugye ugyanezzel a stílussal szerepeltek a Budapest utcáin. Hogy ők bohóc forradalmat csinálnak, és nem tudom, hülyét csinálom. Nem sem emlékszem, mi volt a filozófia a történetnek. Hát az eredője valahol ott van. Az összes többi csak egy gyenge utánzat, vagy jobb utánzat, és ebből a sorból Magyar Péter sem lóg ki. Ahogy Fekete Győr András, és meg kellett keresnem ezt, hogy ki az a tompos Márton? Márton, köszönöm. Mert a Bedő Dáviddal keverem, aki szintén egy hasonló kaliber, de még a Tordait is ide lehetne sorolni, tehát sokan van. Aha. És azért mondod, hogy hülyeségverseny, nem azért, hogy minősíteni akarom őket, hanem egymást akarják túllicitálni. Igen. Hogy ki tudja ugyanazt a ugyanabban a stílusban ugyanazt elismételgetni, amit Botond mondott, hogy O1G. Mert de Magyar hiszik, hogy ez kínál jó. Más, mint hogy O1G. Jakab Péter kihagyta a sorból, aki ennek egy emblematikus. Hagyjuk. De nem olyan szép listát lehet összeállítani. De bár, nem érdemelnek ennyit sem. De ez tök izgalmas, szerintem ez politikai kuriózum, hogy ezek legalábbis valamennyi időre, de őszintén van, ezt tudomásban kéne vizsgálni. Csak nem akarom a Nézőpont Intézetnek a munkaidejét ezzel. Magadra rántani a feladatot? Nem, hanem hogy ilyenekkel foglalkozunk. De hogy, ha belegondoltok, hogy ezek végül is tényleg egy ideig sztárok, egy ideig róluk beszélünk, egy ideig még akár országgyűlési képviselők is lehetnek. Hát, és akkor itt jön a hőzöngés része, hogy úristen, hova jutott azért a magyar politika, amikor ilyen neveket kell sorolni, és többet lehet sorolni végnél. És a nemzetközi sajtó is nagy figyelemben van irántuk, interjúkat készítenek velük. No, lépjünk tovább. Nem csillapodnak a kedélyek a Varga Barnabás sérülése utáni orvosi ellátás tekintetében. Annyira nem, hogy most az UEFA adott ki egy közleményt, ami szintén kő volt a pocsolyába. Az Európai Labdarúgó Szövetség hétfőn közleményben védte meg az egészségügyi stábot, amely Varga Barnabás súlyos sérülésénél működött közre vasárnap este a skótok elleni stuttgarti Európa-bajnoki mérkőzésen. Többen, köztük a magyar csapatkapitány Szoboszlai Dominik is, kritikát fogalmaztak meg. Nem értették, hogy a mentősök miért nem rohantak be azonnal a pályára, és miért nem hozták be gyorsan a hordágyat. Szóval én nem tettem orvosi esküt, de ha ilyet látok, azonnal rohanok és próbálok segíteni. Ez egyszer nagy rém, amikre itt hivatkoznak. Hát ugye alapvetően az a probléma, hogy ha ilyen baleset van, tehát látszik, hogy valami van, akkor úgy is kell látszani, hogy az nyújtotta meg a tömeget, a többi játékost, a stadionba ülő embereket, hogyha úgy tesznek, mint a segítenének. Nem biztos, hogy nekik ott azonnal be kell avatkozniuk, de annak látszani kell, ugye ez egy nagyon fontos lélektani dolog. A másik az, hogy be van kamerázva a stadion minden irányból 300 féleképpen, azt mondjuk a varszobában biztos látták azonnal, hogy ez egy komoly ütés volt. Tehát az, hogy nincs ilyenkor egy protokoll, hogy információ, hogy gyerekek, ez most komoly ütközés volt,
azonnal menjen oda valaki. Én ezt furcsának találom, mert mindenre van protokoll, tehát mit kell csinálni, hogyha egy LMBTQ személy beszalad a pályára, hogy azt akkor hogyan kell elengedni, hogy szabadon futkozhasson. De erre láthatólag nem volt értelmes válasz, ez sajnos azt jelzi, hogy a német precizitással újabban óriási problémák vannak. Én egy olyan magyarázatot találtam a Forbes-nál, talán szemlézték magyar lapok is, egy szakértő valamelyik külföldi országból, aki azt mondta, hogy éppen ellentétes a helyzet, mert ha valaki rosszul van a pályán, és azt látja, hogy felé rohan az orvos, akkor még rosszabbul lesz. Tehát az nyugtatja meg, ha lassan közeledik. Ezt nem tudom értelmezni, megmondom. Ez egy eszméletlen ember. Ilyet beszél, adnak is orvos kezd. Mindjárt kikeresem a nevét, de lehet, hogy már nincs idő. Tehát adjunk hálát a Istennek, hogy nem történt nagyobb baj, de nem ezeken az orvosokon múlt, úgy tűnik, legalábbis azokon, akik odafele tartottak a pályán. Csiga léptekkel. A modern futballról beszélünk, amikor inkább szerintem az a probléma, hogy túl van már szabályozva. Tehát, hogyha hivatkozhatnak arra a hivatalos UEFA szervek, hogy mikor léphet és milyen körülmények között be a pályára az orvos, és nem az orvos dönti el adott esetben, hanem a valamelyik szabályzatnak a nem tudom melyik paragrafusa, akkor tényleg el kell gondolkodni azon, hogy megerőszakoltuk a labdarúgás mint olyat. Személyzetileg, szabályzatilag, minden tekintetben. Persze ez nem a régi időket sírjuk vissza, mert az sem volt tökéletes, de azért ilyen kérdésekben szerintem ez egy kicsit túlzás. Valóban Barnabásnak pedig jobbulást kívánunk, és várjuk vissza a Fradiba. Így van, ez a végszó, ennyi fért mai adásunkba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm az értékes gondolataitokat. Nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, akik lemaradtak valamelyik adásunkról, a hirtv.hu/műsorok oldalon visszanézhetik azokat. Holnap is lesz vezércikk, addig is szép estét mindenkinek. Viszontlátásra!